A Győr-Moson Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a mai napra egy speciális gyakorlatot szervezett, amely komplex, a lakosságvédelmi intézkedés, a műszaki mentés mellett egy törzsvezetési gyakorlatot is tartalmaz. A gyakorlat résztvevői a tűzoltókon kívül a Magyar Közút, a rendőrség, a mentőszolgálat, a Máltai Szeretetszolgálat, illetve speciális mentők, a Moson mentőcsapat is részt vesz a gyakorlaton. Egy előzetes téli értekezlet előzte meg ezt a gyakorlatot, ahol elméletben mindenki a feladatait átbeszélte. Ezt éles helyzetben, illetve gyakorlat során fogják alkalmazni a gyakorlatban résztvevők. A feltételezett baleset egy csúszós téli időjárási körülmények között bekövetkező veszélyes anyagot szállító kamion megcsúszik az úton, amely neki megy egy személyautónak. A személyautóban, illetve a veszélyes anyagot szállító járműben is sérültek lesznek. Ezután egy autóbusz érkezik, amely nem tud megállni. A baleset helyszínén felborul, egy gyerekeket szállít, és még őnek is nekiütközik egy személyautó. Ezt a helyzetet kell megoldani a gyakorlaton résztvevő szervezeteknek. A tűzoltók az embereket kimentik a járművekből, a sérülteket átadják a mentőszolgálatnak, illetve azokat az embereket, akik nem sérültek, egy speciális befogadó helyre szállítják el, ahol melegedhetnek, illetve ételt kapnak a hűvös idő miatt. Ezután áramtalanítják a járműveket, illetve a forgalmi akadályt megszüntetik, amely a baleset következtében az úton keletkezett.